két NB2-es csapat, a Diós Győr, valamint a Szent Lőrinc csap össze egymással a 32 közé jutásért a MOL labdarúgó Magyar Kupában. A DVTK kétszeres Magyar Kupa győztes, 1977-ben és 1980-ban lettek aranyérmesek a Diós Győriek. Egyébként legutóbb ez a két csapat 16 évvel ezelőtt találkozott egymással, 2005-ben, akkor ugyancsak a Magyar Kupában és a Szent Lőrinc ki tudta ejteni a Diós Győrieket, és a Diós Győri csapat támad, és egy óriási gólt szerez Zsolnai már a második percben, ezzel 1-0. A 26 éves játékos korábban az Ajka és a Vác csapataiban is szerepelt, és továbbra is támadásban. A DVTK együttese azonban Horváth Zoltán lesen volt, és emiatt nem adják meg a gólt a hazai csapatnak. Egyébként az MB2-ben a DVTK 5., a Szent Lőrinc pedig a 7. helyen áll, de a Szent Lőrinc a haladás mellett az a csapat, amely még nem kapott ki a másodosztályban. Egy egészen érdekes beadás, majd aztán jön a szépítés, ritkán látunk ilyen gólt, egymásra várt a védő és a kapus Borsos a DVTK csapatában, és Bányai Péter az, aki kiegyenlít a 29. percben. Ő egy 20 éves játékos, korábban a Rákosmente KSK és a Grund FC csapatát is erősítette. És ez már a második gólja a Szent Lőrincben, a Pécs elleni bajnokin is betalált. Annak különösen örülnek Szent Lőrincen. Itt pedig annak örülnek, hogy Makrai megszerzi, Makrai Gábor a vezetőgólt a DVTK-nak a 41. percben, ezzel 2-1 a hazaiaknak a félidőben. Természetesen a második játék részben is zajlottak az események. Zsolnai Richard passzolta be középre a labdát, aztán jön befelé, de kifejelik a Szent Lőrinci játékosok. Még mindig ott van Németh Mário, tette tovább, most jön a beadás, és egy fejes, de ez könnyű zsákmány a kapusnak. Szabadrugás következik, többen is a labda mögött, végül aztán Makrai maradott, de mellé lövi, és így 2-1-re nyer a DVTK csapata, és ott van a 32 között. Na, hát az ilyen kupamérkőzéseknek egyetlen egy célja van, hogy a csapat tovább jusson, és ezek a legveszélyesebb kupa, a mérkőzések. Kötelező győzelemet várt mindenki a mai napon, jól is kezdtük a találkozót, gólt rúgtunk, utána rúgtunk még egyet, amit nem adtak meg, aztán meg bambáskodtunk és kaptunk egy gólt. Tehát az egész védelem megállt tulajdonképpen, és abból kaptunk gólt. Nyilván utána még az első fél időben magunk javára tudtuk fordítani a találkozót. Voltak olyan helyzeteink, amikkel le lehetett volna zárni a mérkőzést. Természetesen ilyenkor már az ellenfél a végén 2-1-nél mindent egy lapra föltéve már ívelgették fel a labdát. Ebben benne van a veszély, hogy lecsúszik, becsúszik, bármi megtörténhet. Tehát ott a zicserekben kicsit hatékonyabbnak kell lenni, és akkor ez simább mérkőzés lett volna. Így meg egy igazi tipa mérkőzés ebben. Nálunk nagyon sok olyan játékos volt a kezdőben mai napon, aki eddig nem kapott sok lehetőség. Összességében azt mondtam nekik most a öltözőben, hogy egy tényleg kiváló teljesítették. Tudtunk, hogy egy ilyen erős csapat, mint a Diós Győrön, ha egy pár pillanatban, helyzetekben nem fogunk 100%-on koncentrálni, akkor Diós Győr tud büntetni ezeket a pillanatokat. Ez történt is, nagyon korán kaptunk gólt.